Jó napot kívánok! Milyen? A szemeit érgyittem! Micsoda? A szemét nincs itthon. Hát akkor én meg mit fordjak-e? Hát szerintem az írháját. Szép nagyszaba! Azt a művészül hún van. Ezért a köszörűsné van. Köszörűsné? Persze, torkát köszörűteti. Ó, kedves ember, finom ember! Hát mit csináljak, ilyen vagyok, az egész családom ilyen finom. Kár, hogy már ara vagyok. Nem olyan nagy kár, hát a maga ara, menjen el ara. Hát van a szemet, kidobni engem, Dodó! Dodó? De rere! Mimi! Hé, jaj! Ez a mucsai babsi! Hogy néz ki ebbe a maskarába? Jaj, nézd, a lányok szetik, össze nekem ezt a hatukát! Jó, de gyönyörű, darab, vigyázz, a nagy bepiszkolódjon ez meg! Jaj, de ha egy kicsit szeret, igen? Akkor most segíteni fog. Meg kell akadályozni, hogy Gerlei Rudolf találkozzon azzal a vámpírral. Ugye mellénk áll? Na jó, de hogy elég voltam úgykori botrány. Még egy ilyen hec és furcsa az állásomnak. Na jó, akkor legalább azt ígérje meg, hogy nem árulja, hogy itt vagyok. Na nézze, arról esetleg lehet tudni. Jaj, hogy néz ki, nem bírom. Csicsauné, hát tudja, mi hiányzik? Azt hiányzik, hogy én egy ilyen néprajzos legyek, ugye? Karikázni maga mögött, ha énekeljen már valamit a hengerre, nagy család. Nézze! Ne riszálja, Juliska, mert megőrülök. Tudja, mi hiányzik maga mellé? Baka káplán. Ki a Városligetben? Na jó, de hol az a baka? Hol az a baka? Na várjon csak, hol egy hatköteles, itt van-e? Sapikám már van neki. Várjál, bajusz nélkül, nem van, nem. Atya várja! Gyere velem, te! Kati kihozom, vadászba, mert ilyesmit nem találsz ma. Irigyelni fogod, akint téged minden lány. Alig ebben sohasem valamit lenni, hely, ilyen kös, egyes hondi, pedig csak egy ilyen maga élni. Annak kicsit a tikány, de nézem egy kapitány, ha babája neki, hogy mi tíz?